Sziasztok! A mai videóban egy pár szót váltok erről a kis Wi-Fi modulról, úgyhogy nézzük is! Nos, hogy mit is érdemes tudni erről a ZSP8266-os Wi-Fi modulról? Ezt én most gyorsan nektek elmondom. Ez egy ESP32-es chipet tartalmaz, vagyis egy modult. Ezt az iThink fejlesztette. Igazából ez egy 802.11 BGN-es Wi-Fi modul. Egy alacsony áramfelvételű 32 bites CPU-t tartalmaz, ami 160 MHz-en ketyeg. Van benne egy 10 bit nagy precizitású ADC, UART-ot, GPIO-t, IIC-t, PWM, ADC-t támogat kapcsolat terén. Maga a Wi-Fi modul alvó módba 20 mikroampert vesz fel, UART-nak a baud rátja 4 megabit per szekundum, a méretei azok 24x16x3 mm-esek, tehát igazából nem egy nagy modulról van szó. Annyit kell még tudni a Wi-Fi modulról, hogy az SKR2 és Octopus alaplapokkal kompatibilis. Ez igazából jelenleg más alaplap nincs is, amivel kompatibilis lenne, én nem tudok róla. Viszont van egy másik fajta változata, ahol az antenna nincsen az alaplapra építve, hanem egy külön kábelen lehet csatlakoztatni. Az az ESP07-es, tehát az ESP07-S, annak van külső antennája. A 12-esből pedig ez a beépített van. Köszönöm, hogy velem tartottatok, támogatóim listáját megtaláljátok a leírásokban. Nem sokára jövök egy újabb videóval, ugyanis a Tronxy elkészült fizikailag, úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg. Sziasztok!